Köszöntöm Önöket! A Pannon Televízió híradóját látják. Ma augusztus 24-e, vasárnap van, Bertalan napja. 176 éve halt meg Kölcsey Ferenc, a himnusz szerzője. 1935 évvel ezelőtt a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herculaneum városát. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Nyilatkozat és közleményháború a szerbiai pártok között, a téma a vajdasági egységkormány. Magánvégrehajtók vasalják be hétfőtől az áramtartozást. Ukrajna a függetlenség napját ünnepli, miközben az ország keleti része lángokban áll. Magyar olimpiai bajnokok Palicson. Szeptember végéig fel kell állni az új vajdasági kormánynak, sürgetik a változásokat a haladók a tartományi hatalomban. A legvalószínűbb a Pásztor István által kezdeményezett egységkormány. A demokraták ezt elutasítják, a ligások és az új demokraták kivárnak. Választások helyett vajdasági egységkormány, aminek minden tartományi parlamenti párt a tagja. A nyár elején vetette fel a megoldási lehetőséget Pásztor István. A tartományi parlament és a VMS elnöke szerint ez az egyetlen kivezető út abból a megfogalmazása szerint politikai agóniából, amelybe Vajdaság került. Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény kérdése, hatáskörök kérdése, az alkotmánybírósági döntés által okozott károknak a szanálása, az elfogadott statútumnak az életre hívása fontosabb, mint a napi politikai pártérdek. A demokratika stránka koncentráció vládó Vojvodine. Ez a véleménye a tartományi hatalmat vezető demokrata pártnak a vajdasági politikai helyzettel kapcsolatban. Miroslav Vászin, a párt tartományi bizottságának elnöke szerint a demokraták és a haladók teljesen másként tekintenek Vajdaságra. Esélytelennek látja az együttműködést. Demokratika stránka ne želi da se rađuje sa srpskom naprednom strankom u sastavu koji bi bilo u sastavu te vlade, niti želi da na bilo koji drugi način sarađuje sa srpskom naprednom strankom iz razloga što sa njima ne delimo ni jedan pogled na Vojvodinu kako u prošlosti, tako čini mi se i danas. A szerb haladó párt szerint megkérdőjeleződött a demokraták legitimitása Vajdaságban, annak ellenére, hogy partnereikkel együtt stabil többségük van a tartományi parlamentben. Zorana Mihajlovics, a párt alelnöke vasárnap azt nyilatkozta, hogy szeptember végéig meg kell alakulni az új vajdasági kormánynak, és pártja nem fogja megengedni a tartomány további leépülését. U demokratskoj stranci postoje dva stava, jedan koji kaže da hoće vladu sa novom demokratskom strankom, a drugi koji kaže da neće. Boris Tadić csalódottan nyilatkozott korábbi pártjáról. A jelenlegi vajdasági hatalmi koalíciót alkotó pártok közül három, a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Boris Tadić vezette Új Demokrata Párt már hosszú hetek óta folytat megbeszéléseket a vajdasági hatalom kérdéséről, de nem tudnak egyességre jutni. A takvim vrstama politických stavov mi ne možemo da sarađujemo. Ne može ništa delotvorno za građane da izađe iz takve saradnje i zbog toga mi ćemo sačekati da vidimo šta je stvarni stav svih političkih činilaca u Vojvodini, pa i na republičkom nivou. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga sem biztos a dolgában. Bojan Kostres alelnök azt nyilatkozta, hogy a vajdasági kormánnyal kapcsolatban a párt főbizottsága dönt majd szeptember elején. A szerbiai villanygazdaság elkezdte kiküldeni a magánvégrehajtókat arra a 100 000 címre, ahol nyilvántartásuk szerint áramtartozás van. Az adósoknak 8 napjuk van, hogy kiegyenlítsék a számlákat. A legnagyobb adósságok a krájevói, vájevói és csácsaki polgároknak van. A magánvégrehajtók hétfőtől 100 000 háztartás ajtaján kopogtatnak, hogy behajtsák az áramtartozást, azoknak a polgároknak pedig, akiknek tavaly novemberrel bezárólag vannak kifizetetlen számlái, 8 napjuk van, hogy kiegyenlítsék tartozásukat. Ha nem fizetik ki az adósságot, a végrehajtók a fizetésből, a nyugdíjból, a bankszámlákról hajtják be az összeget, egyesek pedig ingatlanukat is elveszíthetik. Olyanok is vannak a listán, akik mindössze 100 dinárral tartoznak. Vajdaság területén a fogyasztók 237 millió dinárt nem fizettek be a villamos energiára.
Lassan halad az épületek legalizációja Szerbiában, összesen 800 ezer legalizációs kérelmet nyújtottak be, ezeknek azonban csupán 10%-át dolgozták fel, és tettek pontot az ügyek végére. Csak Belgrádban 240 ezer kérvényt adtak át legalizációra, a fővároshoz tartozó településekkel együtt a kérvények száma több mint 300 ezer. A belgrádi esetek közül csupán 15 ezeret oldottak meg mostanáig, habár az átadott kérvényekből országszerte 800 ezer van, becslések szerint ennél sokkal több az illegális épület Szerbiában, mint egy 1,5 millióra tehető a számuk. Nem lehet kizárni újabb szankciók bevezetését Oroszország ellen az ukrajnai krízis miatt, jelentette ki Kijevben Angela Merkel. A német kancellár sürgette a feleket, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, és békés úton oldják meg a konfliktust. Erre talán még mindig nincs késő, nyilatkozta. Németország levonta a tanulságokat a történelemből, és nem engedi meg, hogy újabb szakadás következzen be Európában. Erről biztosította Angela Merkel német kancellár Petro Poroshenko ukrán elnököt szombaton Kijevben. Merkel ismételten leszögezte, hogy Németország nem ismeri el a Krím-félsziget Oroszország általi annektálását. Merkel nem zárta ki újabb szankciók bevezetését Oroszországgal szemben. Und auch ich ganz persönlich deutlich machen wollen, dass wir die territoriale Integrität und das Wohlergehen der Ukraine als wesentliche Ziele unserer deutschen Politik haben und dass wir als Freunde auch hier miteinander zusammenarbeiten wollen. A jövő heti Minszkben esedékes keddi találkozón Ukrajna, Oroszország, Fehér-Oroszország és Kazaksztán államfői, valamint az Európai Unió képviselői ülnek tárgyalóasztalhoz a kelet-ukrajnai válság rendezésének érdekében. Poroshenko kijelentette, bízik abban, hogy kedvező eredmények születnek, és fordulópont lesz a minszki találkozó. Poroshenko elmondta továbbá, hogy szeptember közepén a parlament elé terjeszti az Ukrajna-Európai Uniós Társulási Szerződésének ratifikációjáról szóló indítványt. Angela Merkel német kancellár azt ígérte, hogy Németország 500 millió euró hitelt ad Ukrajnának a háború szaggatta a Donyeck-medence helyreállítására. A pénzt a tönkrement infrastruktúra újjáépítésére fordítják majd. Találat ért egy kórházat Donyeckben az ukrán hadsereg és az orosz barát szeparatisták közti harcokban. Az erős robbanással járó támadás nem követelt halálos áldozatokat, de betegek tucatjait a pincébe kellett menekíteni. Donyeckben tüzérségi támadások korábban már legalább egy másik kórházat, számtalan lakóházat, illetve a Sakhtar Donyeck futballcsapatának stadionját is megrongálták. A 900 ezres kelet-ukrajnai város az orosz barát szeparatisták egyik fellegvára volt a március óta folyó felkelésük során. Az utóbbi hetekben azonban az ukrán hadsereg körbekerítette a várost, és az elmúlt napokban már Donyeck központjában támadja a szakadár fegyvereseket. Miközben az ország keleti része lángokban áll, Kijev utcáin katonai parádéval ünnepli függetlenségének 23. évfordulóját Ukrajna. Több száz katona és könnyű páncélosok sora vonul fel az ukrán fújváros utcáin, az odesszai kikötőben pedig az ukrán haditengerészet hajói tartanak bemutatót. A parádén beszédet mondott Petro Poroshenko ukrán elnök, kijelentette, kormánya 3 milliárd dollárt fordít a hadsereg újraszervezésére, megerősítésére. A kijevi felvonulásra válaszoltak az orosz barát erők is, bejelentették, hogy Donyeckben saját parádét tartanak, és oda kivezénylik az elfogott ukrán katonákat is. 5 Szíria területéről kilőtt rakéta csapódott be a Golán fennsíkon vasárnapra virradóra, az izraeli hadsereg közlése szerint Gázában folytatódtak az izraeli légicsapások. A légierő egyebek mellett elpusztított egy 7 emeletes irodaépületet, amelyben a gázai belügyminisztérium egyik irodája is volt. A Golán fennsíkra kilőtt rakéták települések közelében csapódtak be. Az áldozatok számáról nem adtak hírt az izraeli hatóságok. Sem a hivatalos szervek, sem pedig a hadsereg nem közölte, hogy kik követhették el a támadásokat. Valószínűnek tartják, hogy a szíriai polgárháborúban harcoló iszlamista félkatonai alakulatok állnak az akció mögött. A szíriai felkelő csoportok állásait a nyári hónapokban rendszeresen lövette az izraeli hadsereg, megtorlásul az izraeli területen végrehajtott kisebb akciókért. Izrael még 1967-ben a hatnapos háborúként elhíresült konfliktus során foglalta el a Golán fennsíkot Szíriától. 14 évvel később, 1981-ben Izrael annektálta a területet, amelyet Damaszkusz továbbra is magának követel.
Vasárnapra virradóra folytatták a légi csapásokat Izraelből is. A légierő egyebek mellett elpusztított egy 7-emeletes irodaépületet, amelyben a gázai belügyminisztérium egyik irodája is volt. Nem sokkal korábban egy 12 emeletes lakóépületet romboltak le. Az izraeli hadsereg szerint itt a Gázát uraló Hamász radikális palesztin mozgalom egy műveleti helységet tartott fenn. Az iszlamista fegyveres erők sem adják fel. Libanonból néhány órával korábban újra rakétatámadás érte Izraelt. Független nyugati szakértők és a politikusok sem tudják egyelőre, hogy mi lehetne a megoldás a szűnni nem akaró erőszakra. A béketárgyalások és tűzszüneti megállapodások mindegyike kudarcot vallott, ezért szinte biztos, hogy a gázai konfliktus tovább szélesedik. A július 8-án kezdődött összecsapásokban a gázai hatóságok szerint több mint 2100 palesztin meghalt, és több mint 10 000 megsebesültek. Izrael 64 katonát és 4 civilt vesztett. Csütörtökön nyugat-balkáni konferenciát szervez a német kormány Berlinben. A találkozóra az érintett országok kormányfőit, gazdasági és külügyminisztereit hívták meg. A konferenciát az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából kezdeményezték. Angela Merkel, német kancellár elmondta, olyan konferenciát szerveznek, amely nem csak a múltra tekint vissza, hanem a jövőre is fókuszál. Bár a nyugat-balkán államai között még mindig vannak konfliktusok, de alapjaiban egy közösséget alkotnak. Ezeknek az országoknak európai perspektívájuk van, hangsúlyozta a német kancellár. Hozzátette, az uniós integráció előtt álló államoknak gyors reformokat kell megvalósítaniuk, ha csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. A totalitárius rendszerek egyetlen ellenszere a demokráciában élő nemzetek közössége, jelentette ki Navracsics Tibor, magyar külgazdasági és külügyminiszter szombaton a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapján Budapesten a Terrorháza Múzeumnál rendezett megemlékezésen. Szerinte, ha szolidárisak vagyunk egymással, ha egységesek vagyunk, akkor Európát, a békét és a demokráciát nem kezdheti ki semmi. Bocsánat, de én nem tudom elfelejteni ezeket a dolgokat, és nem tudok nekik megbocsátani. Keresszegi Zsuzsanna családját teljesen kisemmizték a kommunizmus alatt. Azt mondja, minden vagyonukat elvették, testvérét tönkretették, neki pedig külföldre kellett menekülnie a diktatúra elől. Az utolsó volt a kitelepítés, amikor a pasaréti lakásunkat is elvették. A bútora 24 órán belül nem tudtunk úgy összepakolni és elvinni, meg a lehetőség sem volt meg, tehát még a bútorokat és mindent elvesztettünk, utána semmit nem kaptunk vissza. Egyes becslések szerint a kommunizmusnak 100 millió halálos áldozata volt világszerte. A Szovjetunióban uralkodó sztálini rémuralom alatt körülbelül 20 millióan haltak meg, csak a gulágokon kényszermunkára ítélve, kiéheztetve. Magyarországon 500 000-ra tehető a kommunizmus áldozatainak száma. A II. Világháborúban pedig 6 millió zsidó, köztük 600 ezer magyarországi zsidó halt meg a náci koncentrációs táborokban. Mindkét diktatúra áldozataira emlékeztek a Terrorháza Múzeumban és az épület oldalánál lévő hősök falánál. Ez az emléknap, ha úgy nézzük, valami fajta elégtétel, egy lehetőség, és rajtunk múlik, hogy hogyan használjuk fel, hogy évről évre feltárva, bemutatva ezeket a bűnöket, mégiscsak egyfajta igazságtételt tegyünk, ami ahhoz kell, hogy lelkileg, szellemileg valóban fel tudjunk állni. A totalitárius diktatúrák áldozataira 2011 óta emlékeznek Európa szerte. Az Unió ekkor fogadta el közös magyar, lengyel és litván kezdeményezésre, hogy ezen a napon emlékezzenek az áldozatokra. 1939-ben ugyanis augusztus 23-án írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, a szovjet-német meg nem támadási szerződést, ami közvetlen előzménye volt a II. Világháborúnak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Esernyős Interetnó Szabadkán. Nyárbúcsúztató gyerek nap Bácskosútfalván. Erős ember Balkán Kupa Adán. Az otthonokba is sikerült becsempészni a fesztivál hangulatát, ugyanis a Pannon Rádió 4 órán át élő adásban közvetítette a szombati Interetnó történéseit. Az eső csak a tánc panoráma végét mosta el, a Romungró Gypsy Band már a Népkörben koncertezett.
A Pannonrádió két reggeli műsorvezetője szombaton 4 órán át élőben közvetítette a fesztivál délutáni történéseit. Csernik Árpád és Brasnyó Zoltán kellőképpen ellazult, és lelkesen felkészült a feladatra. Itt leszünk egyébként egy kis színpadon, itt meg lehet bennünket simogatni, meg lehet bennünket puszilni, és lehet velünk beszélgetni. Az esti eső előtt játszóház várta a legkisebbeket, majd gólyalábakon dobszóval érkezett a kettcsinálók társulat. A gólyalábas csepürágók nem csak az apró népeket szórakoztatják, Kis Gergely azt mondta, focizni is szoktak falábakon. Köszönöm szépen! Szoktunk csinálni fesztiválokon olyan eseményt, amikor tényleg gólyalábas foci bajnokság van. Nyírbátorban szokott lenni, Magyar Zsonglőr Fesztiválon szokott lenni, Európai Zsonglőr Találkozókon szokott lenni. Úgyhogy rendszeresen csinálunk ilyet. Csepi Márton elmondta, hogy állandó rohanásban vannak, és miután majdnem lekésték saját fellépésüket, a várossal még csak most ismerkednek. Körülbelül egy órával ezelőtt érkeztünk, éppen csak ide értünk a saját fellépésünkre, úgyhogy az ismerkedési fázis még csak most kezdődik. A táncpanoráma román népi dalokkal indult, majd felvonult a többi tánccsoport is, és végül a ciprusiak zártak. Őket már sokan esernyő alatt nézték. Édes Vasárnap címmel tartottak nyárbúcsúztató gyereknapot Bácskushút falván. A szervező Életfa Nagycsaládosok Egyesülete az utolsó előtti szabad hétvégébe csempészett színes, a lurkuknak kedveskedő programokat. A vakációból még csak egy hét van hátra. A Bácskushút falvi gyerekek tánccal és jókedvel búcsúztatták a nyarat. Nekem nagyon jól tetszik, minden jó, jó a hangulat is, jó a tánc, minden jó. A gyerekek kedvence a palacsinta is kóstolásra várt. Több százat sütöttek a szervezők a helyi tűzoltó otthon konyhájában. A mai délután nagyon jó, kár, hogy fúj egy kicsit a szél. A palacsinta itt a legjobb az egészbe. Sokat játszunk, focizunk. A helyi Bambi iskoláskor előtti intézmény óvónői gondoskodtak a közös játékokról. De az édes vasárnapon semmi sem volt kötelező. A résztvevők hintázhattak, focizhattak, ücsörögve nézelődhettek. Palacsintát ettünk, meg hát mi is krétáztunk egy kicsit, és ennyi. Lassan vége a szünidőnek, milyen volt a nyár és várod-e az iskolát? Hát úgy őszintén várom, mert ugye most leszek ötödikes és kíváncsi vagyok rá. 3 éve szervezi meg az Életfa Nagycsaládosok Egyesülete a gyereknapot. A fő cél a közös játék, közös élmény. Nyárbúcsúztató programról beszélünk, ami ilyen közvetlen, tehát játékos, jó vidámsággal telik az egész. Zene van nekik, táncolhatnak, kézműveskedhetnek. Az Egyesület 34 Bácskushútfalvi családot kapcsol össze. A több gyermekeseknek nyújt erkölcsi és lehetőség szerint anyagi támogatást. Akciókkal, kirándulásokkal, programokkal könnyíti és színesíti a hétköznapokat. Több mint 3 mázsa, mint egy 320 kilós sortvágyi palacsinta elkészítésével még nem hivatalos Guinness rekordot állítottak fel Adán. A rekord bejegyzésére körülbelül még 1,5-2 évet kell várni. A több száz érdeklődő szerint a mennyiség nem ment a minőség rovására. Már a folyékony palacsinta tészta elsimítása is kifinomult tudást igényelt a készítőktől. Az amatőr királyi szakácsklub tagjai csak nem 4 órán át birkóztak a feladattal. Egyebek mellett 50 liter tejet és ásványvizet, 200 tojást és 75 kiló darált húst használtak fel. Nem mindegy, hogy hogyan elsimítva a sütőn a palacsinta, és nem mindegy, hogy milyen vastag a palacsinta tészta, az sem, hogy sül. Tehát elég nagy kihívás, hogy minden összhangban legyen, és ez jól sikerüljön. Miután elkészültek a roppant méretű, 1,5 méter átmérőjű palacsinta tészták, következhetett a töltés. A 75 kiló darált hús lassan rétegekben került rá a tésztára. Végül elérkezett az óriás palacsinta felszeletelése. Az egészet ingyen szétosztották az emberek között. A minőségre nem volt panasz. Értem, csak nem ilyen volt, ez más, ez jobb. Kitűnő ízlés, le a kalappal, csak ezt bírom mondani. Volt, aki szinte szó nélkül maradt. Jó. Ettél már hasonló palacsintát? A végeredmény körülbelül 320 kilós hortobágyi palacsinta, ez pedig világrekord.
Az adai szervezők már elértek néhány hasonló kulináris világrekordot, és már tervezik is a következőt. Lesznek nagyon nagy támogatók, és akkor egy nagyon nagy mennyiségű babot, ami olyan, hogy olyan mennyiség, olyan több tonnára van szó. A Guinness rekordként való bejegyzés hosszadalmas folyamat. Az adai teljesítmény körülbelül másfél-két év múlva válhat hivatalos rekorddá. Két személy megsérült a tegnap esti zivatarban Szerbiában, a vihar Belgrád nagy részét, Kolubara körzetét, valamint Koceljevá és Krupány községet érintette. Nagy mennyiségű csapadék esett, tojásnagyságú jégdarabok hullottak az égből, jelentős kár keletkezett a földeken és az utcán álló autók közül is több megsérült. Az erős szél háztetőket bontott meg, néhány faluban nem volt áram sem. A zivatar következményeként a Belgrád-Nis vasútvonal is megrongálódott. Ryan áll. A Richter skála szerinti 4,6-os erősségű földrengést mértek vasárnap délelőtt Romániában, Székelyföld délkeleti határában. Epicentruma Kovászna megyében, Kovászna várostól 29 kilométerre, Sepsiszentgyörgytől 51 kilométerre volt. A rengéseket a román fővárosban is észlelték. A térségben évente 100 körüli a gyenge és 8-tól 12 közötti a 4-es-5-ös erősségű rengések száma. Évszázadonként 4-5 erős földrengés is beszokott következni. Kitört egy vulkán Izlandon egy gleccser alatt, és elkezdte megolvasztani a jeget, bár a Bardabarbunga tűzhányú kitörése kisebb mértékű és nem jutott el a felszínig. A hatóságok óvatosságból a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el a légiközlekedés számára. A kitörés miatt ugyanis jelentős mennyiségű hamu kerülhet a légkörbe. Több száz embernek kellett elhagynia a területet, egy másik izlandi tűzhányóból a levegőbe került szilárd részecskék miatt. 2010-ben egy hetes káosz alakult ki a nemzetközi légi közlekedésben, és több mint 100 ezer járatot kellett törölni. A magyarországi Sebestyén János meggyőző teljesítménnyel nyerte az első adai erősember Balkán kupát. A 13 fős mezőny magyar, szlovák, szerb, bolgár és román versenyzőkből állt. 6 versenyszámban mérhették össze erejüket. Nagy izomtömegek készülődtek az adai rekreációs központnál az első helyi erősember versenyre. Kihívás volt bőven. A versenyt párhuzamosan tartották az óriás palacsintasütéssel. Balkán bajnokság az először van itt Adán. És nagyon szeretném, remélem, hogy itt is az adaiaknak, mint mindenkinek itt lesz hozzá kis hallása, és akkor, hogy ezt egy hagyományán nője ki magát. 13 magyar, szerb, szlovák, román és bolgár versenyző érkezett a megmérettetésre. Vízna má veľký táto súťaž je do väčšieho charakteru, aj dobre organizovaná. 6 versenyszámban dőlt el, hogy ki a legerősebb. A kamion húzás sokaknak gondot okozott. A kerék forgatás után már látszott, hogy a magyarországi Sebestyén János kimagaslik a mezőnyből. A sportolókat ekkor már több száz ember figyelte. Gépkocsi helyett egy fiatal hölgyekkel nehezített kerékgumit kellett emelgetniük a versenyzőknek. A pakolós vegyes számnál végül szinte biztossá vált Sebestyén János győzelme. Nagyon jók voltak a számok, úgy gondolom nekem kedveztek, amit tudtam, kihoztam magamból, többet nem tudtam volna csinálni. Melyik számba érezte, hogy mindenki fölött állt? A vegyes számba, vegyes szám a kedvenceim, ez a cipelő, ez ebben nem azt mondom, verhetlen vagyok, de első áramot szoktam mindig lenni. A bronzot a magyar Bartos Richard szerezte meg, míg az ezüstérmet a topolyai Kecskés Roni harcolta ki. Magyar veterán olimpikonok jártak Palicson, a Magyar Olimpiai Akadémia kihelyezett ülése mellett jelképes sporttevékenységeken is részt vettek. Abroncshajtásban, távolugrásban, súlylökésben és korongdobásban mutatták meg tudásukat. Helyett Palics a többek között Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok vívó és Varga János olimpiai bajnok birkózó is. Az átlagban 60 év feletti magyar olimpikonok nagy örömmel és jó hangulatban vettek részt a 4 lehetséges sportágban. A versenyt a palicsi Bagolyvár előtt a Vermes sportterepén rendezték meg, ahol a 19. század végén az országos sportjátékok résztvevői versenyeztek. Varga János olimpiai bajnok frisbee dobásban vetélkedett. A lányommal sokat gyakoroltunk, mi oda haza, mert ilyen parkos rész van a lakás előtt.
és ott rengeteget gyakoroltunk. Tollaslabdáztunk, és meg ilyen dobásokat is csináltunk. Úgyhogy itthon érzem magam. A versenyt megelőzően előadást tartottak többek között a palicsi olimpiáról, illetve Szabadka sporttörténetéről. Emellett a palicsi olimpiát hivatalosan is előolimpiává léptették elő. A vendégek pedig előadást tartanak a 19. századi előolimpiákról, amelyek közé tartozik a palicsi, ami igen magas rang az ilyen rendezvények is, az ilyen sporttörténelem keretében vagy sorában. A Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára elmondta, már évek óta foglalkoznak Vermes olimpiájával. 1989 óta jövünk Palicsra, nem minden évben, 2-3 évenként. Ez a kapcsolat abból indult, hogy a Valihora István, aki olimpiai történettel foglalkozik, és mi a Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai történeti kiadványokat kezdtünk, és ez, ebben szerepelt a palicsi olimpia története. Vermes Lajos unokája számára nagy öröm, hogy a nagyapja sportjátéka mára megkapta az előolimpia kinevezést. Óriási öröm számomra, és mindannyiunk számára kell legyen szabadkaiaknak és szélesebb körben, hogy a Magyar Olimpiai Akadémia itt tartotta a tanácsülését, és a palicsi olimpia előolimpiaként lett státuszban definiálva. Nagyapám egy nagyon szerény ember volt, és ő sohasem mondta azt, hogy ez olimpiás. Vermes Lajos versenyző, edző, pedagógus volt, emellett az ókori olimpiák szerelmese. Az olimpiai játékok felújítása előtt 16 évvel, 1880-ban alapította meg a palicsi sportjátékokat. Kezdetben birkózásban, távolugrásban, súlylökésben versenyeztek, majd a következő években mind több versenyszámmal bővült a program. Meggyőző remek úszással verrasztó Dávid aranyérmes a berlini úszó Európa bajnokság utolsó napján 400 méter vegyesen. Verrasztó háton vette át a vezetést, majd folyamatosan növelte azt egészen másfél testhosszig az olasz Roberto Pavoni előtt. A nap másik magyar érmét ismét hosszú Katinka szállította 200 méter pillangón, akit ezúttal megvert két spanyol ellenfele, és a harmadik helyen csapott célba. A számban győzedelmeskedő spanyol Mireia Belmonte Garcia 2 perc 04 másodperc 79 százados idejével új Európa-bajnoki rekordot úszott. A szerb vízilabdások nyerték meg a világkupát a kazahsztáni Almatiban. A fináléban 11-9-re verték meg a magyar férfi vízilabda válogatottat. A rendes játékidő 7-7-tel zárult, az 5 métereseket a szerb fél nyerte 4-2-re. A két csapat nyáron a budapesti Európa-bajnokságon kétszer is találkozott egymással a csoportkörben Magyarország, a fináléban Szerbia nyert simán. A Magyarországon is győztes Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1-es belga nagydíjat, amelyen az összetettben vezető és Mercedesben ülő német Nico Rosberg második lett, és növelte az előnyét a versenyt feladni kényszerülő csapattársával Lewis Hamiltonnal szemben. A 25 éves Ricciardónak ez volt pályafutása és egyben idei harmadik futamgyőzelme. Rosberg és nagy riválisa Hamilton autója a második körben összeért, emiatt utóbbi pilóta defektet kapott, visszacsúszott a mezőny hátsó részébe, majd 5 körrel a vége előtt feladta a nagy díjat. A harmadik helyen Valtteri Bottas, a Williams finn pilotája ért célba. A világbajnoki sorozat 2 hét múlva az olasz nagydíja folytatódik Monzában. Nyilatkozat és közleményháború alakult ki a szerbiai pártok között vasárnap. Továbbra sincs egyetértés a vajdasági egységkormány lehetséges létrehozásáról. A demokrata párt elzárkózott az összes tartományi parlamenti párt részvételével való kormányzástól. A szerb haladó párt viszont az új vajdasági kormány mielőbbi megalakulását sürgeti. A jelenlegi hatalmi koalícióban szereplő kisebb pártok kivárnak a döntéssel, hogy részt vesznek-e a Pásztor István által javasolt egységkormányban. Hogyan rendezni a vajdasági kérdést? Igazi patthelyzet a 2 évvel ezelőtti választások után alakult ki. A szerb haladó párt ugyanis meggyőző fölénnyel nyert köztársasági szinten, ellenzékbe szorítva a demokrata pártot. Vajdaságban viszont maradt a demokrata vezetés. A kormányváltás következményeként több vajdasági önkormányzatban alakult át a hatalom, vagy tartottak rendkívüli választásokat. Ezzel egyre több helyen kerültek ellenzékbe a demokraták, és hatalomra a haladók.
Az idei rendkívüli parlamenti választások pedig megerősítették a haladók népszerűségét. Alexander Vučić pártja folyamatosan rendkívüli tartományi választásokat sürgetett. A demokraták azonban stabil többséggel rendelkeztek a tartományi parlamentben. Választások helyett vajdasági egységkormány. A nyár elején vetette fel a megoldás lehetőségét Pásztor István. A tartományi parlament és a VMS elnöke szerint ez az egyetlen kivezető út abból a megfogalmazása szerint politikai agóniából, amelybe Vajdaság került. Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény kérdése, hatáskörök kérdése, az alkotmánybírósági döntés által okozott károknak a szanálása, az elfogadott statútumnak az életre hívása fontosabb, mint a napi politikai pártérdek. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök pártelnökként, most mint a haladó pártelnöke, nyitottságot mutatott a fölvetésem tekintetében, hogy egy programalapú, széles koalíciós kormányzatot és parlamenti többséget kellene Vajdaság szintjén létrehozni annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket kezelni tudjuk. Alexander Vučić egyelőre nem nyilatkozott a Pásztor Istvánnal négy szem közt folytatott megbeszélésről. Pártjának alelnöke Goran Knežević ugyanakkor a szerb hírügynökségnek azt mondta, belépnének a vajdasági kormányba, amelynek a demokrata párt is részese. A demokratska stranka neće ući u predloženu koncentracionu vládu Vojvodine. Ez a véleménye a tartományi hatalmat vezető demokrata pártnak a vajdasági politikai helyzettel kapcsolatban. Miroslav Vasin, a párt tartományi bizottságának elnöke szerint a demokraták és a haladók teljesen másként tekintenek Vajdaságra. Esélytelennek látja az együttműködést. Demokratska stranka ne želi da sarađuje sa Srpskom naprednom strankom u sastavu koji bi bilo u sastavu te vlade, niti želi da na bilo koji drugi način sarađuje sa Srpskom naprednom strankom iz razloga što sa njima ne delimo ni jedan pogled na Vojvodinu kako u prošlosti, tako čini mi se i danas. A múlt héten hasonlóan nyilatkozott Bojan Pajtić, a demokraták és a tartományi kormány elnöke is. Természetellenesnek tartott bármilyen koalíciót a haladókkal. A vajdasági parlament haladópárti alelnöke György Milicevic akkor erre úgy reagált. A demokraták ezzel bebizonyították, kizárólag a párti érdekek vezetik őket. Srpska napredna stranka podržava svaku ozbiljnu ideju čiji je cilj da Vojvodinu izvuče iz ove velike krize u koju je upala neodgovornom i lošom politikom koju vodi demokratska stranka u Vojvodini u prethodnih 14 godina. Oni su se izjasnili da takvu ideju ne prihvataju i to samo potvrđuje činjenicu da je njihova vodilja u svemu tome očuvanje partijskih i ličnih interesa, a ne interes građana koji žive u pokrajini. Jelenleg a Demokrata párt, az Új Demokrata párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotja a vajdasági koalíciót. A haladók, a szerbdemokraták, a szocialisták és a radikálisok ellenzékből politizálnak. Az egységkormány azt jelenteni, hogy ők is belépnének a vajdasági kormányba. Milenko Jovanov, a Szerbiai Demokrata párt tartományi bizottsági elnöke szerint az SDP nem tartozik azok közé, a pártok közé, amelyeknek az alapelve bárki bárkivel. Za Demokratsku stranku Srbije je najvažnija politika i ono što nismo uspeli da vidimo u javnosti to je koju bi politiku vodila ta koncentracijna vlada, dakle dok to ne budemo videli, prosto sve ostalo će ostati u vazduhu. A jelenlegi vajdasági hatalmi koalíciót alkotó pártok közül három, a Demokrata párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Boris Tadić vezette Új Demokrata párt már hosszú hetek óta folytat megbeszéléseket a vajdasági hatalom kérdéséről, de nem tudnak egyességre jutni. U demokratskoj stranci postoje dva stava. Jedan koji kaže da hoće vladu sa novom demokratskom strankom, a drugi koji kaže da neće. Jedan koji kaže da hoće na republičkom, neće na republičkom, a hoće na pokrajinskom nivou saradnju. Dakle, sa takvim vrstama političkih stavova mi ne možemo da sarađujemo. Ne može ništa delotvorno za građane da izađe iz takve saradnje i zbog toga mi ćemo sačekati da vidimo šta je stvarni stav svih političkih činilaca u Vojvodini, pa i na republičkom nivou. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga sem biztos a dolgában. Bojan Kostres alelnök azt nyilatkozta, hogy a vajdasági kormánnyal kapcsolatban a párt főbizottsága dönt majd szeptember elején. Az egységkormány választások nélkül alakítaná át a hatalmat Vajdaságban.
A haladók esetleges belépése nem csak az új politikai elképzeléseknek adna teret, a most érvényes pozíciókat, tisztségeket is újra kellene osztani. Zorana Mihajlovics, a párt alelnöke vasárnap azt nyilatkozta, hogy szeptember végéig meg kell alakulnia az új vajdasági kormánynak, és pártja nem fogja megengedni a tartomány további leépülését. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Nyilatkozat és közleményháború a szerbiai pártok között, a téma a vajdasági egységkormány. Magánvégrehajtók vasalják be hétfőtől az áramtartozást. Ukrajna a függetlenség napját ünnepli, miközben az ország keleti része lángokban áll. Magyar olimpiai bajnokok Palicson. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. További kellemes estét!